míg a tavasszal elkezdődött a felszabadulás sugárút javítása. A Mercator bevásárlóközpont előtt akkor is hatalmas volt a közlekedési dugó. Most a háromsávos sugárút másik felének aszfaltozását fejezték be a Pút közvállalat dolgozói. Hátra maradt még a gyalogjárda és a kerékpárút befejezése, itt még akadozik a közlekedés. A napokban kezdik el a felújítást a város egyik legforgalmasabb útkereszteződésénél, a Futaki piacnál. Most a szükséges méréseket végezték. Praktično obe i Jevrejskom ulicom i Bulevarom Oslobođenja saobraćaj će se kretati drugom trakom dvosmerno, što će znatno smanjiti protok saobraćaja. Iz tog razloga javno komunalno preduzeće upućuje apel našim vozačima i zaista molbu pre svega za strpljenja. A város illetékesei alternatív útszakaszok használatára szólítják fel a közlekedés résztvevőit. A városi közlekedési vállalat járművei is változtatnak szokásos útvonalaikon. A polgárok azt mondják, a munkálatok megnehezítik a mindennapjaikat. Jako velika nesposobnost. U svetu se to radi drugačije. Ujutru recimo od 2-3 sata pa sve raspoložive snage se angažuju na jedno gradilište i onda se to uradi. Vidim da je nervoza kod naroda, svaki dan sve gora. Međutim, kako da nam bude bolje ako se danas malo ne odreknemo nečeg? A Futaki piac előtti útszakaszt a tervek szerint augusztus végéig befejezik. Ekkor már zökkenőmentesebb lesz a belvárosi forgalom Újvidéken, hiszen nagyobb útfelújításokat már nem terveznek.